Ez a pályázat, ez 2020-ban indult, sok viszontagságon, megpróbáltatáson ment keresztül. Maga a közbeszerzésünk az 2022 év végén karácsonytájban lett, akkor érkeztek be az ajánlatok tulajdonképpen, tehát akkor indult, még nem mondhatom, hogy akkor lett érvényes, hiszen 2023 tavaszára sikerült úgy eredményt hirdetni, hiszen itt az infláció és az egyéb problémákat követően nagyon nehezen sikerült a szerződést aláírni, erre május végén került a sor, és ezt követően indulhatott el 8 épület, 8 önkormányzati tulajdonú épületnek a részben a felújítása, a részben pedig napelemekkel való ellátása. Ez azt jelenti, hogy 3 épületünk, a Batthyány Lajos gimnázium, illetve az Attila óvoda és az Attila bölcsőde, Attila utcai, nyilván mindegyiknek van egy külön neve, de az Attila utcai óvodáról és bölcsődéről beszélünk, ott teljes energetikai felújításra került sor, nyílászáró cserével, hőszigeteléssel, illetve az ehhez kapcsolódó egyéb dolgokkal, illetve a többi intézményünknél pedig napelemek kerültek felhelyezésre, amelyek nagyban hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez. Az energetikai fejlesztések során sikerült tartani a határidőt, hiszen számos hír megjelent azzal kapcsolatban, hogy hogyan zajlanak a munkálatok, még hátra vannak, a határidőt sikerült tartani minden esetben? Igen, mint ahogy jeleztem, ez egy nagyon nehéz projekt volt, hiszen maga a projektnek az elindítása nagyon hosszadalmas egyeztetési eljárásokon ment keresztül, és valóban az utolsó pillanatban sikerült a szerződéseket aláírnunk, de szerencsére olyan kivitelező gárdát sikerült találnunk, és annyira mellénk állt minden résztvevő a projekt lebonyolítása során, hogy gyakorlatilag a szerződést követően teljes munkaidőben, munkaidőn túl is, tehát hétvégén dolgozva, és nagyon-nagyon sok brigádot ide vezényelve mindent határidőben elvégeztek. Ugye itt, amit észrevételek voltak, és nagyon sok kérdés felmerült, hogy maga a műszaki átadás-átvételi eljárás az augusztus 31-én indult meg, akkor kezdődött el ez a folyamat, és azt követően még egy hónapja volt a kivitelezőnek, hogy a hibajavításokat és az egyéb elmaradt dolgokat pótolja, úgyhogy ebben az időszakban teljes joggal és jogosultsággal dolgozhatott. Ez voltak azok, amiket kérdésként felénk feltettek, de természetesen a szeptember 30-ai határidővel a kivitelező levonult, és gyakorlatilag minden munkát hiba nélkül elvégzett. Én úgy gondolom, az intézmények is maximálisan elégedettek az elvégzett munka minőségével, és mindenki nagy örömmel használja. Az az igazság, hogy a városi intézmények egész sora vár hasonló jellegű felújításra, és ezekre a most megújult intézményekre is még ezen túl is nagyon sok mindent lehetne rákölteni, hiszen ezek a mostani beruházás elemek, ezek kizárólag olyanok lehettek, amik energia megtakarítást eredményeznek. Ami ehhez nem járult hozzá, teszem azt, egy festés, egy linoleum csere, vagy bármilyen más egyéb ilyen jellegű tevékenység, akár a mosdóknak a felújítása, az nem volt támogatható, finanszírozható ebből a projektből, úgyhogy arra külön forrásokat kell majd találnunk. A projektnek két helyszínen volt, az egyik a Batthyány Lajos gimnázium, itt egy energetikai felújítás történt, és szintén energetikai felújítás történt Nagykanizsán, az Attila utcai óvoda és bölcsödénél. Hogyan sikerült haladniuk a munkálatokkal? Mik voltak azok a problémák, amelyek gátolták volna azt, hogy határidőre el tudjanak készülni? A határidő elsősorban a Batthyány Lajos gimnáziumnál volt rendkívül szűk, tehát mi 3 hónap alatt gyakorlatilag készre jelentettük a munkát, és utána mondjuk volt egy hónap hibajavításra, hogy le tudtuk zárni a műszaki átadást. Kiemelném nyilván a belvárosi környezetet, az organizációba, területfoglalásba, illetve logisztikába volt nehézség. Én úgy gondolom, hogy sikerült megoldani ezeket. Kiemelném itt azért a Via Kanizsát, aki nagyban támogatta a mi munkánkat, illetve a lakosságot, aki türelemmel várta a munka befejezését. Pontosan az Attila utcai óvodában milyen munkálatok zajlottak korszerűsítés címén? Erről meséljen nekünk még egy kicsit.
Jó, ugye az Attila utcai óvoda is szintén egy energetikai felújítás volt, tehát a komplett homlokzat újult meg, új nyilászárok kerültek, a minden tető részen új hőszigetelés, vízszigetelés került fel, megfelelő bádogos munkákkal, az egyik tetőre napelemrendszer került, belül megtörténtek a nyilászáró cserék következtében a festésjavítások, illetve gépészet szempontjából szelepcserék történtek még meg.